Szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték, miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus így válaszolt nekik. Vajon azt sem olvastátok, amit Dávid tett, amikor megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az úrházába, elvette a szent kenyereket és megette, sőt, azoknak is adott, akik vele voltak. Pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. És kijelentette nekik. Az emberfia ura a szombatnak. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvadt volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézus gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvadkező embernek. Kelj fel, és állj középre! Ő felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? És végignézve minnyájukon így szólt a beteghez. Nyújtsd ki a kezedet! Ő kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskariótest, aki árulóvá lett. Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tíruszból és Szidonból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan szellemek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok nincstelenek, mert tiétek az Isten királysága. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd jól laktok. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet, az emberfiáért. Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most elteltetek, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is.
és aki elveszi felső ruhádat, attól az alsó ruhádat se tagad meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében? A saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót. És a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.